Jó estét kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök. Ma tartotta májusi rendes testületi ülését a képviselőtestület. Egy-két általam fontosnak dolgot szeretnék önökkel a testületi ülésről megosztani, és aki bővebben kíváncsi a testület anyagáról, munkájáról, az a gyárváros honlapján megtalálja és át is nézheti. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb, hogy elfogadtuk a tavalyi évi zárszámadásunkat, a bevételi oldalunk az 6,5 milliárd forint volt, a kiadási oldalunk 4,1 milliárd forint, a kettő közt egy 2,4 milliárdos összeg van, amely folyamatosan hétről hétre le van kötve, a bankba és ez idáig közel 31-2 millió forint kamatot sikerült már ezen az összegen, hogy is mondjam, hát realizálnunk elfogadtuk a pest terzsébeti tűzoltóság katasztrofa védelem 2020-21 évi beszámolóját. Itt a, az igazgató, vagyis hát igen, az igazgató, a kerületi parancsnokság vezetője elmondta, hogy ő hozzájuk a tűzoltást tartozik, vagy bármilyen esemény, de hatósági munka, engedélyeztetések, véleményeztetések, azok viszont a monori katasztrófa védelemhez tartoznak. Uh, utcákat neveztünk el, ezt szintén a honlapon megtalálhatják bővebben, hogy melyek ezek az utcák, amelyeknek idáig nem volt nevük. Döntöttünk a járóbeteg szakellátással kapcsolatban, hogy az önkormányzat át kívánja venni, és ennek elkezdődtek az előkészületei, az orvosokkal való tárgyalás, a szakrendelők, vagyis hát a szak szakrendelések, hogy milyen szakrendelések lesznek és milyen eszközök kellenek majd, úgyhogy úgy néz ki, hogy ha minden jól működik, akkor jövő év január 1-től város irányítja majd a szakrendelést, a mi lesz. Egy-két szolgálati közleményt vagy eseményt hagy, osszak meg önökkel, ami még fontos lehet. Pénteken, azaz holnap és szombaton, 8-tól 13 óráig a víztoronynál le lehet adni a CD-ket, flopikat, DVD-ket és a kazettákat. Ez egy régi kérés volt, ezt teljesítettük ebben az évben először. És hát szeretném fölhívni a gyerekek, a gyerekes szülők, a nagymamák, a nagypapák figyelmét, hogy szombaton 10 órától a piactéren gyereknapi rendezvény lesz, ingyenes, és hát nagyon sok minden. Játék, játékos vetélkedők, bemutatók, esti koncertek, gyerekeknek, egy kicsit a felnőttebbeknek is lesz. Én arra kérem önöket, hogy akár a honlapon, vagy akár az újságban, amelyek a héten kikerültek a postaládákba, nézzék meg, olvassák át, és hát ezekkel, a, vagy ezzel a, a, hogy is mondjam, a Gyermeknapi eseménnyel hát használják ki, jöjjenek el, és érezzék jól magukat. Tehát, ha bővebben szeretnének tudni a testület munkájáról, a gyáváros honlapját érdeklődhetnek, a gyereknapi eseményekről a Facebookon, illetve a város honlapján mindenütt megtalálhatók vagyunk. Mindenkinek nagyon jó egészséget kívánok, viszont viszonthallásra. viszont